Az Országos Bírósági Hivatal digitális bíróság néven Európai Uniós támogatással indított egy nagyszabású projektet. Ennek összege 2,5 milliárd forint, célja pedig a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése. 2017. májusában kezdődött a célok megvalósítása, és a projekt zárása 2019. június 30-a lesz. A célkitűzések az elektronikus aktának a kialakítása, amely azt jelenti, hogy a bíróságon peres ügyel rendelkező felek online, ott 24 órában otthonról elérhessék a bírósági iratot. A projekt keretében megújul az anonimizáló alkalmazás, ami azt jelenti, hogy a bírósági határozatoknak az internetes honlapon történő közzététele kereshetősége javulni fog, és ennek a keretében a határozat szerkesztés is megújul, automatizálódik részben a bíróságon belül. A felek számára pedig kialakításra kerül a közhiteles nyilvántartásokból történő adatlekérésnek egy új lehetőség, egy új módja, amikor nem a félnek kell beszereznie a tulajdoni lapot a perben, hanem a bíróság azt hivatalból beszerzi a földhivatallal kialakított informatikai kapcsolat révén. A nyíregyházi törvényszék 4 tárgyaló termét távmeghallgató programokkal és eszközökkel szerelték fel. Ez lehetővé teszi, hogy az eljárásban résztvevő személyek ne legyenek egy légtérben. Akár egy soproni hasonló felszereltséggel rendelkező teremben is kihallgatható a tanú egy nyíregyházi eljárás keretein belül. Hasonló módon, mint ahogy telefonálunk, de ugye képet is látunk, hangot is hallunk, folyik a meghallgatása vagy a kihallgatása. Ez egy zárt rendszer, ez egy hiteles nyilatkozatnak minősül. Hasonló módon tudjuk rögzíteni a tárgyalóteremben történteket. Tehát látjuk, halljuk azt, hogy mi történik, és mint egy film vissza lehet nézni, hogy ki mit mondott, milyen gesztusokat tett, hogy állt föl, hogy ült le, hiszen időnként ennek is jelentősége van, és ezt nem feltétlenül kell írásba áttenni. Afelé megyünk, az eljárási törvények már a büntető eljárás során egy részében kötelező, az eljárásnak más részében lehetőség. A polgári eljárásban 2020. január 1-től akár az írásba foglalt jegyzőkönyvet is kiválthatja ez a lehetőség. A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetnek az Y és a Z generáció képzéseire is. Azzal szembesültünk, amikor az igényeiket monitoroztuk, hogy nagyon mást várnak már el a képzésektől, mint akár a korábbi korosztályok. Éppen ezért szeretnénk 2019-ben megújítani ismét a képzési rendszerünket. Folyamatosan frissítjük egyébként, új dolgokat hozunk be az európai elvárásoknak megfelelően, most ismét egy újabb, nagyobb nekifutás, egy újabb, nagyobb megújítással készülünk. Mik azok a kulcs gondolatok, amik ezt a megújítást fémjelzik? Egyrészt gyakorlatorientált képzéseket szeretnénk nyújtani a fiataloknak. Olyan tudást, olyan ismereteket, amik a mindennapi munkában segítik őket. Szeretnénk új, élvezetesebb és elmélyültebb tudásbiztosító módszereket behozni. A szakemberek szerint a bíróság jövőjének záloga ezeknek a fiataloknak a szakmai tudása és képességeinek fejlesztése. Ezért minél interaktívabb képzéseket szerveznek majd számukra.